fölül jeles Eszter a nyeregbe, mindenló a gépben, Stanford nyergében Sharpie Kitty vezeti a championátust. Na nézzük! Start elindult az 1600 méteres verseny, az amatőrök futama. Venice Queen kezdett jól, de nem igazán erős a tempó, amit Gardner Frusina diktál, így aztán Sármány belül el tud mellette menni is. Ő vezet, mögötte Zita királynő a harmadik pozícióban, Stanfordot pedig várásra próbálja lovagolni Sharpie Kitty, beül a mezőny végére, előtte graffiti színei tűnnek föl, őket 3-4 hosszal előzi meg Summer Story. Négyen viszonylag jól együtt, és ketten egészen hátul graffiti, illetve mögötte galoppozó Stanford. Egyre jobban megnyúlik a mezőny, hiszen Zita királyné növeli a tempót, amikor az ezres táblánál járunk. Zita királyné most már az élen, Venice Queen pedig ott van mögötte a második pozícióban. Zita királyné, Venice Queen, Summer Story, majd Sármány, aki győzelem után fut, és hát graffiti és Stanford helyzete elég nehéznek tűnik. Hát mintha egy jó munkát látnánk, egymás mögé beállt a mezőny, 2-3 busszal zárkóznak, és talán most már a mezőny végén haladó lovak megkezdik a zárkózást Stanford vezetésével. Stanford és graffitinek továbbra is elég rossz a helyzete, miközben Zita királyné bizony ellophatja a versenyt mindenkitől. Zita királyné jeles Eszter elég könnyen jön, amikor elkezdik az utolsó 400 méter. Stanford zárkózóban van, de még mindig elég hátul. Benn a falon Venice Queen próbál előrébb jönni. Summer Story egyelőre uralja a harmadik helyezést, Sármány a negyedik, és elindul Stanford. A távolszlopnál kialakulhat egy jó verseny, mert Zita királynéra megérkezett mindenki a falon. Venice Queen akár támadhat, Sármány ismét elindul, és akkor duplázhat. Stanford is közel végezhet. Az utolsó 100 méteren vagy Sármány, vagy Stanford. Sármány fog győzni. Sármány, Stanford, Zita királyné. Végén jöttek az izgalmak, a verseny első fele nem volt annyira érdekes. Sármány nyeri a versenyt és tud duplázni Záhonyi Vanessával. Hát a vége azért az szoros, meg látványos, és hát így azért... Akkor teljesen más a fekvés, hiszen a helyezések döntetnek. Így azért 2-2 van, igen, a két lovas között. A Sármány azért hozza jobb formáját, és friss forma. És a helyezésekben pedig több van Záhonyi Vanessának, mint Sharpie Kittynek. És ugye a győzelmek számában pedig egál 2-2, úgyhogy elképzelhető, hogy Záhonyi Vanessának hozza Sármány duplázása a sampion címet. A hatodik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 6-os, 2-es, 7-es. 6-2-7. 6-os, 2-es, 7-es. 6-os, 2-es, 7-es, az azt jelenti, hogy akkor a Sharpie Kitty, azt nem mondom, a szájából kéneklik a sajtot, mert ez azért nem illik ilyet mondani, de bizony Stanford nem hozta könnyű helyzetbe, vagy ez a taktika. De sokáig úgy tűnt, hogy mondjuk Sármány sem fog nyerni. Nagy-nagy küzdelem itt a végén. És akkor ez bizony egy Sármány siker, és ez egy Sármány siker, akkor bizony Záhonyi Vanessa örülhet majd a legjobban. Egyrészt a díjátadáson, másrészt pedig az évvégi összesítésben. 6-os, 2-es és 7-es. Ez a nem hivatalos befutási sorrend. Hát megszokhattuk már az elmúlt évtizedben, hogy itt az utolsó versenyben dőlnek el itt a championátusi dolgok, ami az amatőröket illeti. Hát a helyezési számok alapján Záhonyi Vanessa ünnepelhet majd. És hát ezzel abszolút tisztában van ő is, hogyha itt ő győz és mögötte van esetleg Sharpie Kitty, aki viszont ez a második helyezéssel szerez egy második díjat. Hát itt helyezéseken fog múlni a dolog. A jövő heti turban már sokkal okosabb lesz. És ugye a mező, hogy végérőtek mind a ketten, érdekes volt a futam, mert nagyon robogott az Zita királyné, meg Venice Queen, Summer Story, és ugye a két későbbi főszereplő meg végig hátul, szinte egyszerre indítottak. És Sármány pedig azért megint ugyanaz, ami a nap elején, őszi, friss forma. Meg hát, hogy a kis mezőnyökben azért nagyon-nagyon sokszor. Tulajdonképpen bárhogy tippel a turf, azért általában a többi ló közül kell valahogy a nyerőt kiválasztani. Hát most